Sziasztok! Sziasztok! Egy újabb termék bemutatót fogok nektek tartani, és ennek a tárgya nem más, mint ez a kulcs méretű kontroller, ami egy olcsó, kis, egyszerű kis kontroller. Igazából csak megkerestem a lehető legolcsóbb és legkisebb és legegyszerűbb kontrollert, amit az eBay-en lehet találni, és én ezt találtam, és ezt akarom most bemutatni nektek, hát ha jó valamire. Oké, okay, szóval itt vagyok a belépő szintű navon notebookommal, és ezzel fogom kipróbálni ezt a kontrollert. És az első feladatom az, hogy párosítsam. Ugye a Bluetooth eszközt a géppel. De ez már megtörtént, itt lehet, hát talán nem lehet olvasni, nem tudom. Mokyut. 032X S10 autó. Szóval eként ismeri majd fel mindenkinek ugye a, a gépe ezt az eszközt. És ugye még nem kapcsoltam be. Az. Most már meg is történt ugye. Most lehet látni, hogy az előző az ő alkalom, volt, most már csatlakoztatva van. Na, lényeg hogy a következő lépés az, hogy a Nestopia-t elindítjuk, ezt, a, ezt az emulátort szoktam használni, ugye, akkor, amikor NES-es játékokkal játszok, és olyan videókat készítek. Csak ez most más, ugye, mert most az a kisebb géppel csinálom gyakorlatilag ugyanezt. És az opciókban ugye az input módban kell beállítani az irányítást, ez ugye még nem történt meg. Lényeges az, hogy ennek a kontrollernek ugye a legalján itt, itt, hát nem tudom, hogy mennyire lehet látni, ugye van egy baloldali, meg egy jobboldali beállítás, itt, itt már látszik, és én a baloldalira állítom, mert az vonatkozik a játékra, szóval, hogy ha baloldalra van állítva, akkor, akkor lehet játékra használni igazából ezt a kontrollert, Uh, szóval csináljuk meg az beállításokat, uh, Bal baloldal, fölfele, jobb oldal, lefele. És mivel elég kevés gombom van, ezért is uh, akarok, ezért csak akarom ugye a Nessel um, bemutatni ezt a kontrollert, mert igazából uh, sok másik játék nincs, ami, uh, amivel még, uh, már, már másik játék konzol, amivel működne, uh, esetleg a Mega Drive-val, még, de ez is jó lesz. Szóval állítsuk be a szelektet. Egy kicsit teljesen kell nyomni, igazából nem olyan vészes játék közben. Ez az. Ugye az alapbeállítások meg vannak, van még ugye milyen autofire, AB, meg egyéb. De ezek ugye az alapgombok, amiket be kell állítani. Ugye a legtöbb játék ezekkel már működik. És nyissunk meg egy játékot. Na de melyik játékot? Van itt egy pár. Mondjuk a bubble Bubble-t indítsuk, indítsuk el. Na. wee! Közben lehet látni, hogy uh, itt a... Uh, ez a legye ennek a kontrollernek állandóan pilácsol. Nem tudom egyébként, hogy a kínaiak, hogy gondolják azt, hogy egy csomószor valami iszonyatosan erős ledet építenek bele ezekbe a kontrollerekbe, és csak azt érik el, hogy mindig valahogy egy kicsit vizuálisan bezavarjon. Főleg, hogyha magunk előtt tartjuk ugye így a kontrollert. Már, már volt egy másik ilyenem, ami, ami állandóan ugye erős pilácsot ad ki magából, és le kellett ragasztanom, Uh, fekete ragasztó szalaggal, és még úgy is átvilágított rajta, szóval <laughs> azóta is ott van az a ragasztó szalag. Uh, ez, ez még ráadásul így pittyeg is, szóval hát nem tudom, hogy ez mennyire uh, volt jó ötlet, minden esetre annyira nem zavartatjuk magunkat. Uh, igen. Full screen. Na és akkor, ugye Select Start BA. Elvég megnyomjuk a startot. Így a Select működik rendesen. És a start is úgy Egy kicsit talán felviszem a hangerejét, a játéknak jobban lehessen hallani. Csak aztán tudjam is, hogy mit kell megnyomni, mert ugye. Nem, nem, a szokványos helyen van, itt se a select meg a start, aztán azt mondja, be fogom téleszteni egy pár szal, ájjáj. Mondtam már, hogy a bubble bubble és szarul tudok játszani. Plusz, pláne, hogy ilyen kontrollerem van. De annyira nem kell bemutatni ezt a játékot, szóval ez, ez arról szól, hogy van egy kis sárkányunk és le kell fújni az ellenséget egy buborékkal, és amikor a buborékban benne van az ellenség, akkor rá lehet ugrani, meg lehet egy kicsit nyomorítani, és akkor mindenféle gyümölcsöket kapunk érte. És ahogy elintézzük az összes ellenséget, mehetünk a következő pályára is. Ígyni. És akkor megyünk a következő pályára. Na enny ennyit erről inkább vissza a kontrollerhez ezt a játékot még bemutathatom egy konkrétan róla szóló videóval, csak szerintem egy szimpla neszes verziónak a bemutatása az ezzel igazából megvan uh, inkább, inkább az árkádat mutatom be később szóval a kontrollerről annyit, hogy igazából a gombok rendesen működnek, szóval eh, egy kicsit puha, és talán egy picit ragacsos uh, érzésűek, szóval nem, nem, egy, nem egy optimális kontrollerről van szó, nem is igazán lehet uh, elvárni, hogy ilyen legyen. De a lényeg az, hogy működik és responsív kon kontrollerről van szó. Uh, a kicsinységéből persze adódnak ugye uh, ergonómiai jellegű kényelmetlenségek, de igazából ez megint csak olyan valami, amivel Számolni kell. Azt viszont nagyon nem kedvelem, hogy az irányok nem működnek olyan iszatosan jól. Szóval. Hopp, jaj, jaj, jaj. Oh, game over. Mindegy, indítsuk újra. Szóval az, az, az irányok, ez a, ez a fajta lapos uh, hüvelypot kormány, ez nem működik valami nagyon optimálisan. Működni működik. Uh, szóval, hogyha, hogyha az ember magabiztosan valamilyen irányba nyomja, akkor nyilvánvalóan működik, csak uh, nagyon magabiztosan kell szólni, olyan iszonyat érzékenysége nincsen. Állandóan azt tartott nyomon, bocsánat, lepaúzálok vele. Jaj! Jaj! Csak, ugye, ez a, ez a botkormánya az a baj, hogy hogyha maga biztosan egy irányba húzom, akkor és gyorsan váltam kell valami irányt, akkor nem feltétlenül fog sikerülni mindig, szóval ebből a szempontból tényleg nem a, a legjobb cucc. De hogyha nagyon rákényszerülünk, akkor bármilyen kontroller jó, jobb a semminél. Egyébként is ez egy olyan dolog, hogy ez... E, leg, leginkább egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen... Egy ilyen buli kontroller. Hogy, hogy, hogy legyünk, legyen nálunk egy egy kontroller már, már a kulcs már cool tartó formában is, szóval... Nekem ez tökéletes, mert én kontroller buzi vagyok. Abszolút, abszolút be vagyok, én, én nem tudom, kontrollás szexuális vagyok, vagy valami ilyesmi. Ezért imádom ezeket nagyon. Szóval egy, egy, egyfajta, egyfajta, nem is tudom, kuriózunként, úgy abszolút bejön. Hop, hop, hopp, hopp. Na, ennél a, ennél a pályánál szívtunk az előbb. Most pedig szépen. Ajaj, azok ott fognak lebegni, és egy idő után kiszabadulnak szerintem, hogyha nem ugrunk rájuk. De most ráugrunk. ha ha, ha. Ez az. Szóval az olyanoknak, mint, mint, én. ez, <laughs> ez simán bejön. Igazából, igazából olyan iszonyatos nagy problémám nincsen vele. Nem is beszélve, hogy nem mindegyik játék ilyen árkádos, nem, nem mindegyik olyan, amelyiknek olyan iszonyatos nagy mozgásigénye lenne, úgymond. Á, ez az. Szóval vannak mondjuk ilyen, nem tudom, ilyen neszes, nem tudom, hogy neszes, de az biztos, hogy Game Boy advance n például, meg, meg vannak olyan stratégiai játékok, amikkel tök jól lehet így eljátszogatni, bár mondjuk a, a több gomb kellene, szóval inkább Game Boy Advance emulációra jó ez. Még legalábbis. Bár az is igaz, hogy hiányzik egy... hiányoznak akkor egy, egy, start gomb, vagy valami, a start select gomb, szóval, óha! Uh nagyon, nagyon ugye le, lecsökken a kompatibilis uh, platformok száma, hogy így belegondolok. Igazából csak a NES, meg a, uh, meg a Game Boy, uh, Game Boy Color, pf, és, uh, és a Mega Drive az, ami így eszembe jut, hogy azoknak ne, ez nem, gond, nem okoz gondot. Elvileg aztán, <laughs> ki tudja? <laughs> Közben. Közben pedig látjátok, hogy azért egyre jobb vagyok ezzel a játékkal, Szóval nem, ig nem igaz, hogy ugye nem lehet ebbe uh, beletanulni. És valahol, valahol ezeket a kontrollereket azért uh, szeretem. Mert. Uh, mert ugye, és amikor, amikor ilyen uh, egy új kontrollerrel játszok, akkor, uh, akkor bele kell szoknom igazából a kezelésébe. És egy idő után egy, egy iszonyatosan nehezen kezelhető kontroller is. Ugye megtanulom, megtanulom azt, a, azt a kézmemóriát, ami szükséges ahhoz, hogy elsajátítsam a dolgot. Szóval ez, a, ez az érdekes dolog benne. Az az igazság, hogy egy csomó ilyen kontrollerem van. Uh, leginkább, leginkább ilyen... Uh, után ilyen retro kontrollerek, most is készülök valamikor venni egy egy Saturn utánzatot. Az, az, se túl drága. És, és úgy, úgy gondolom, hogy, hogy idővel az ilyen kis ugye, utángyártott ilyen kínai kontrollerek kell, ugye, ami, ami megvan nekem, azt, azt majd ki fogom próbálni, ugye ugyanígy, így ilyen kézvideóként, vagy valami ilyesmi, nem tudom. De igazából ennyi. Szóval nem egy, nem egy iszonyatosan rossz darab ez. Vannak ugye vele problémák, mivel hogy kicsi, és mivel hogy ugye laposnak van tervezve az egész, szóval, szóval gyakorlatilag ez a fajta uh, hüvei botkormány, ez igazából kötelező be. Igazából örülnék, hogyha nem lenne itt, hogyha egy normális, ugye uh, egy, egy, egy kicsit, kicsit jobban, egy normális hüvei botkormány lenne benne, a, amelyik uh, jobban használódik mondjuk a PlayStation-éhez, vagy valami ilyesmi. Hogyha olyan lenne, annak uh, annak iszonyatosan örülnék. De hát ez ilyen. Szóval nem tudom, hogy mi, mi a véleményetek róla. Uh, amit még el akarok mondani róla, hogy uh, nem igazán tudom ennek a kontrollernek az üzemi idejét, de olyan nagyjából. Három vagy négy órára satszolom. Vagy inkább kettő és három órára. Elég pici ez a valami, szóval igazából, igazából nem akarok olyan iszonyatosan nagy üzemidőt mondani. De amíg működik, addig, addig szerintem tökéletesen jól működik. Addig, hogyha, hogyha nincs más kontroll a közelben, akkor, akkor az ember előkapja a kulcs tartóját, és és játszik valamivel, valami egyszerűvel, valami Nessel, vagy, vagy meg vagy ilyesmi. Na mindegy, ennyit erről a videóról. Like, dislike, comment, odalent, sziasztok!